Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A tervezett ütemterv szerint halad Nagykállóban a 1,5 milliárd forintból felépülő Kállai kettős rendezvényközpont építése. Erről is szó lesz a mai műsorban, mutatjuk a teljes kínálatot. Évértékelés, évkezdés, vállalkozói fórumot tartott Nyíregyházán a BOSZ. Nagykállói fejlesztések, évvégére elkészül a Kállai kettős rendezvényközpont. Tartalék Máté Szalkán a megnőtt adóbevételeket fejlesztésekre fordítják. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete taggyűléssel egybekötött vállalkozói fórumot tartott Nyíregyházán. Számot vetettek a tavalyi évi vármegyei munkáról, és részletesen taglalták a VOSZ 2024-es célkitűzéseit, melyek között szerepel egy vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása. Az eseményen emellett elhangzott, idén októberben ismét megrendezik a Prima Gálát. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége applikációval, fesztivállal és megannyi programmal igyekszik ösztönözni és segíteni az országban tevékenykedő vállalkozásokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezet elsődleges célkitűzése a 2024-es évre egy vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása, ahol képzett szakemberek segítik majd a kezdő és már meglévő vállalkozásokat. Természetesen a kezdő vállalkozásoknak is megfelelő tanácsot tudunk adni. Egyrészt, hogy magának a technikai részének, a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos technikai dolgokban, az ügyintézésben, azon kívül, hogy milyen nehézségek adódnak egy vállalkozás életében, milyen kötelezettségei vannak a hatóságokkal, intézményekkel szemben a vállalkozásnak, mert ezt nagyon sokan nem tudják, hogy rengeteg felé kell különböző jelentéseket, egyéb dolgokat leadni. Tehát minden olyanféle információ a rendelkezésre tudunk állni egy kezdő vállalkozásnál, aki bizonytalan, nem tudja még, hogy mi vár rá, hogy így fogalmazzak, nem látja még át a dolgot, és ebben felvilágosást tudunk adni. Az elmúlt évek kihívásai némileg megtépázták a hazai vállalkozói szektort, de a 2024-es évben egy pozitívabb gazdasági környezettel lehet számolni, mondta el Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. A gazdasági kilátások és gazdasági elemzés ugyan itt van a háttérben, és a mi ezévi programunknak nyilván az egy keretfeltételt ad, de alapvetően mi a VOSZ stratégiájáról beszélünk, és a VOSZ stratégiájának a eddigi megvalósításáról és a 2024-es programjáról szeretnénk tájékoztatást adni, egy kicsit beszámolót a tagságunknak is, és egy kis motivációt és biztatást arra, hogy érdemes a saját vállalkozásukat, és érdemes a közös ügyünket, a VOSZ ügyét is erőteljesebben, aktívabban képviselni. Ha egy előretekintést szeretnék mondani, akkor az általánosság szintjén mindenképpen azt el kell mondani, hogy 3-4 nagyon-nagyon nehéz év, válságokkal, konfliktusokkal teli év után 2024 év az lehet, ahol megindul egy kicsit a stabilizálódás, megindul egy kicsit a gazdasági növekedés. Ez nem a gazdaság nem minden területére igaz, de azt gondolom egy felszálló ággal és egy pozitívabb gazdasági környezettel számolhatunk, és ez egy jó hír alapvetően. Az is jó hír, hogy a 3-4 év az megedzette a vállalkozások többségét, szerencsére a vállalkozások nagy része talpon maradt, és ebben a VOSZ-nak és a velünk együttműködő Magyar Kereskedelmi Iparkamarának is nagy szerepe volt, hiszen voltak olyan programjaink, amik segítették ezt a nehéz időszakot áthidalni. Ebből talán a legismertebb, legkézenfoghatóbb a Széchenyi Kártya program. Ebben az időszakban egymás után 2-3 évben 1,5 ezer vagy a fölötti milliárd forint kihelyezésében, kedvezményes államilag támogatott hitel kihelyezésében segítette a vállalkozásokat, és nagyon sokuknak ez a túlélés vagy a nehéz időszakban történő fejlesztések megvalósítását tette lehetővé. Ezen kívül természetesen az a stratégiánkban vannak más olyan szolgáltatások is, amivel segítettük és segíteni fogjuk a jövőben a vállalkozások működését. Az érdekképviselet címszó alatt igyekeztünk a szabályozó környezetre olyan hatást gyakorolni a létrejövetelük előtt még a törvényeknek, vagy a meglévő törvények ésszerűsítésében, amivel
könnyítettünk a vállalkozások működési környezetén, szabályozókon, feltételeken. Ez egy végtelen munka, ez ennek soha véget nem érő munka, ez egy örökös, de azt gondolom ebben sikeresek voltunk. Jövőben ezen a területen, az érdekképviselő területén a szakmaiságot, proaktivitást, párbeszédet és a win-win szituációk előállítását tartjuk nagyon-nagyon fontosnak. Kormányzat részéről van egy nyitottság, hogy mindazokat a szabályozókat, amik fölösleges terheket jelentenek a vállalkozásoknak, ezeket csökkentsük. Ebben van szerepünk és van aktivitásunk, ez egy lényeges területe a munkánknak. Nagyon fontos a szolgáltatások kérdése, Széchenyi kártyát említettem. Tavaly nyitottunk, de igazából ez lesz a felfutás éve egy Vosport nevű vállalatirányítási rendszerben, ami a vállalkozások mindennapjaihoz, a jelentéstételi kötelezettséghez, az egyéb adminisztratív feladatokhoz nyújt kézzelfogható segítséget. Egyetlen felületen gyakorlatilag minden megoldást meg lehet találni. Még nem nagyon ismerik a vállalkozások, ennek a népszerűsítésében, képzésben tudunk segíteni. Ez kézzelfogható minőségi javulást, gyorsaságot és költségmegtakarítást jelentett a vállalkozásoknak. Új eleme lesz majd, és 2024-ben kibontakozik a szolgáltatásainak olyan feladatok, amivel idáig nem foglalkoztunk, biztosítási tanácsadás, ESG tanácsadás, energiahatékonysági tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, amik új elemként fognak megjelenni a VOSZ és a Kereskedelmipar Kamara munkájában. Tehát 2024 ad bőven feladatot, de jó az, hogy egy kicsit javuló gazdasági környezetben, javuló mutatók és javuló, azt gondolom, lélektani körülmények között tudjuk a munkánkat kifejteni. Nagyon fontos egyébként a megyék szerepe, tehát szeretnénk sokkal szervezettebben jelen lenni a magyar gazdaság minden területén. Nem Budapesten van csak magyar gazdaság, hanem vidéken. Ezért fontos, minden évben találkozunk egy ilyen körben a tagsággal, a helyi elnökséggel, a helyi együttműködő kormányzati vagy gazdasági szervezetekkel. Hiszünk abban, hogy a virtuális világ és kapcsolattartás mellett továbbra is jelentősége van a személyes találkozásoknak, a személyes kapcsolattartásnak. Ezt testesíti meg a mostani vállalkozói fórum, illetve egyben, egy időben megtartott taggyűlés is, a megyei, vármegyei taggyűlés is. Fontos eleme lesz, hogy szeretnénk egy olyan vármegyei irodát is nyitni, ahol nem csak Széchenyi kártya, hanem az előbb említett tanácsadási tevékenység is megjelenik. A itteni vármegyei vállalkozások számára fizikailag is elérhető módon, ez egy lényeges eleme. Azonban ahhoz, hogy hatékonyabbak, szervezettebbek legyünk, elérhetők legyünk, annak egy nagyon fontos állomása az, hogy legyen minden megyében. És itt is, itt két hónapon belül meg fog nyílni egy olyan iroda, amelyik fölveszi ezeket az egyéb tanácsadási funkciókat. Tehát a teljesség igénye nélkül a 2024-es évnek ezek a feladatai, ez a programja, ezek a konkrét intézkedései. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke és Vinnai Győző országgyűlési képviselő is kiemelte, hogy mennyire fontos a helyi vállalkozások megerősítése, illetve a külföldi befektetők szerepe a munkaerőpiacon. Az épülő ipari parkok és az infrastruktúra fejlesztése egyre több munkahelyet teremt. A Vállalkozók Országos Szövetségének vármegyei szervezete, ugye, mint munkaadó jelenik meg, mint érdekképviselet, és nagyon fontos gazdasági tevékenységet végeznek a vállalkozók, hiszen kilépnek a gazdasági élet területére egy adott profillal, és ott nekik sikeresnek kell lenni, akár egyéni vállalkozó, akár társas vállalkozó, mert ha nem sikeresek, nem nyereségeseknek, akkor bezárhatják a boltot. És nekünk az a célunk, hogy a magyar vállalkozók megerősödjenek. A VOSZ vármegyei szervezete jól működik, véleményem szerint, a vállalkozók érdekeit jól képviseli, és mondhatom azt, hogy országosan, de itt Nyíregyházán és a vármegyében is munkahelyeket teremtenek, hiszen ők munkaadók. Ugye abból a 4.700.000 munkahelyből 2.700.000 vagy 2.800.000 magyar vállalkozók adnak, mert 2 millióról tudjuk, hogy körülbelül 900.000-et, 1 milliót a multik adnak, és 900.000 ember kapja a magyar kincstáron keresztül a fizetését, tehát úgymond állami alkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, vagy éppen közalkalmazott tanár, orvos, tehát egy állami rendszerben, vagy egyházi fenntartásban dolgozik, iskolában, szociális intézményben, és ennek a
fedezetét, mivel a vállalkozók nem csak munkahelyet teremtenek, itt Nyíregyházán 4% alatt van a munkanélküliség, a térségben pedig 6-7%. Soha nem látott jó számok ezek, de a vállalkozóknak még van egy fontos dolog, hogy bért fizetnek azok, akik a vállalkozásban dolgoznak, és adót fizetnek az államnak. Ugye 9%-os a társasági adó, ezt befizetik, és ebből tud az állam oktatásra, egészségügyre, szociális kiadásokra fordítani. Úgyhogy nekünk fontos, hogy megerősödjenek a vállalkozók. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltozás óta most egy jó helyzet van, de nem csak új munkahelyeket kell teremteni, hanem meg is kell tartani a régieket. A fórumon döntöttek a 2024-es évi Prima díj kiosztó gála megrendezéséről is, ahol évek óta gazdára talál az év vármegyei vállalkozója díj is. Legutóbbi testületi ülésén elfogadta a város 2024. évi költségvetés tervezetét Nagykálló képviselőtestülete. Az önkormányzat stabil alapokon vág neki a következő egy évnek, amihez hozzájárul az is, hogy egyre több befektető választja a város ipari parkját. Mindeközben a központban nagy erőkkel épül a Kállai kettős rendezvényközpont is. Van tehát miről beszélgetni Horváth Tiborral, Nagykálló polgármesterével. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Kezdjük tehát a költségvetéssel. Mekkora összegből gazdálkodik ebben az évben Nagykálló, és mik a legfontosabb bevételi források? Hát ugye a nagy számok ilyenkor nagyjából több mint 3 milliárd forintos az éves költségvetésünk, de ugye ezt nem szoktuk erőltetni, ezt a számot. Az, hogy kézzelfoghatóbb legyen, azt gondolom, hogy sokat mond. Körülbelül egy olyan 1 milliárd forint az, amivel úgy gazdálkodunk, hogy a céljainkat és a feladatainkat ugye tudjuk teljesíteni. Körülbelül 1 milliárd forint, és ennek a nagy része az a vállalat kötelezettségeink, pályázatokhoz kapcsolódó kiadásaink, és a többi pedig a város fejlesztését szolgálja. Illetve az intézmények működtetése. Nyilván az még egy jelentős tétel, igen. Örvendetes tendencia mutatkozik Nagykállóban, miszerint egyre több befektető választja ezt a várost. Mi a legfontosabb vonzereje Nagykállónak? Hát én azt gondolom, teljesen egyértelműen az elhelyezkedése, maga az ipari parkunk egy nagyon előnyös helyen található, és jó időben voltunk jó helyen, jókor váltottunk szemléletet, ugye a ciklus elején mi újra gondoltuk az ipari park működését, eladásait, és ugye felszabdaltuk, kisebb területeket alakítottunk ki, amivel meg tudtunk szólítani olyan vállalkozókat, akik így már perspektívát láttak benne, és valójában mondhatom büszkén, hogy például áprilisban is lesz egy új üzemnek az átadója, és folyamatosan érnek be ezek a értékesítéseink, és a helyi, vagy az új helyi vállalkozóknak a fejlesztése. Zömében hazai, vagy inkább külföldi befektetők keresik? Nálunk csak hazai. Talán abból adódik ez, hogy ugye egy kicsi területeket, egy-két hektáros területeket értékesítettünk. Ebből kifolyólag kicsik, de a város életében annál nagyobb súlya bíró üzemek települnek a városunknak. Készen van már ez az ipari park, vagy ez is terve van, hogy esetleg bővítik, vagy további fejlesztéseket hajtanak végre? Hát a jövőre nézve egy komoly feladatunk lesz az, hogy az ipari parkunkat bővítsük, mert lényegében egy darab saját területünk van még, ami értékesítésre vár, egy 2 hektáros terület, az összes többi el van adva. Ugye ez egy jól előkészített terület volt, ilyen szempontból tényleg csak értékesíteni kellett, és használni végül is. Milyen befolyással van ez a fejlődés a város bevételeire, hiszen az iparűzési adó egy fontos tétel? Igen, most a költségvetés, illetve itt nyilván az előttünk álló feladatok, itt a júniusra gondolok, ugye, amikor az ember mindig próbál teljesen képbe kerülni mindennel, és így elmerültünk a számokban. 2019-ben 370-80 millió forint adóbevételünk volt, és ugye ekkor meg gépjármű adóval, az körülbelül egy 30-40 millió forint közötti összeget jelentett a városunknak. Hát most a várt adónk gépjárműadó nélkül is közelít a 600 millió forinthoz,
Úgyhogy hát ez az a pénz, amiből valójában sáfárkodhatunk, és a várost tényleg fejleszteni tudjuk. Mennyire tudnak stabilan tervezni ebben az évben? Ugye az elmúlt néhány évben volt nem egy olyan tényező, ami meglehetősen labilissá tette az önkormányzatok, és hát a családi háztartások helyzetét is, itt gondolok az inflációra, vagy a rezsiköltségeknek a kiszámíthatatlanságára. Az idén mivel számolnak? Megküzdöttünk vele, és így utólag azt mondom, hogy viszonylag jól jöttünk ki belőle, tisztesen helytálltunk minden területen, és ebben az évben már sokkal tervezhetőbb és sokkal könnyebb ilyen szempontból az életünk, hisz a legnagyobb befolyással ugye a rezsi árak voltak ránk, de valójában egy kiszámítható, tervezhető költségvetésünk van, és azt gondolom, hogy kisebb a kockázat, bár ugye vannak komoly vállalásaink, ugye elhangzott a rendezvénytér, vagy rendezvényháznak maga az építése, ott azért egy komoly, közel 600 millió forintos önerőt vállalt be az önkormányzat. Ami, ez milyen ütemezéssel? Erre az évre mennyi ez esik? Már, hát mivel elméletileg januárban kész kell lennie a háznak, úgyhogy mondhatom, hogy ennek a jelentős része az ebben az évben kifizetésre kell, hogy kerüljön. Ebből egy reálisan szerintem ilyen 500 millió forint az, amit ebben az évben nekünk rendelkezésére kell majd bocsájtanunk a önkormányzati cégnek, aki maga a megrendelő. Úgyhogy vannak komoly vállalásaink, de stabil a gazdálkodásunk. Ugye az elmúlt években ezért is nagyon felelősen próbáltunk takarékoskodni, és valójában most a lekötéseinket kell erre a célra felhasználni, úgyhogy nem érinti a működésünket. Ebből kifolyólag olyan dolgokat is megengedhetünk idén magunknak, amire már most évek óta pont ebből a tudatos takarékoskodásból adódóan nem volt példa, egy húsvéti csomag, vagy a civil önszerveződő civil egyesületeknek a támogatását idén infláció mértékét meghaladóan tudjuk emelni, közel 27 millió forintot fogunk a civil szervezeteknek szétosztani és segíteni ezzel a munkájukat, úgyhogy stabil gazdálkodással, és azt gondolom, hogy eredményesen haladunk. Ezek a bizonyos vállalások milyen arányban tartalmaznak gazdaságfejlesztési célú, vagy célokat, vagy szociális célokat, illetve kulturális célokat, hiszen ha már említette a Kállai Kettős Rendezvényközpontot, ez nyilván ezt a célt szolgálja. Igen, hát egy körülbelül ugye az önszerveződő körön belül is ugye ennek a 27 milliónak 35%-a a kulturális programjainknak az elősegítésére, a helyi szervezetek, egyesületeknek az életét segítjük, ami visszaköszön ugye programokban, egyéb dolgokban. Emellett közel 40 millió forinttal támogatjuk a non-profit KFT-nket, ami a nagykállói nagy rendezvényekért, így a Tékatábor, Lecsó Fesztivál, Majál is ennek a szervezéséért felel, és azt gondolom, hogy ezekkel tudjuk biztosítani azt, hogy minőségi kulturális élet valósuljon meg, vagy élhető legyen a város. Ez egy nagyon fontos feladatunk, legalább annyira, mint a sport is, hisz az egészséges emberekhez, egészséges városhoz hozzá kell tartozni az egészséges életmódnak is valamennyi, és próbáljuk ezt is segíteni ezekkel a támogatásokkal. Mennyire tudják ezek a beruházások vagy programok vonzani akár a turistákat, vagy a látogatókat, és ez mit jelent a városnak? Ugye egy komoly feladat a harangod, mint Nagykállónak, én azt gondolom, hogy a legnagyobb híre igazából országosan, akár nemzetközileg a harangodnak van, és ez egy óriási felelősség számunkra, és pont ezért ugye igyekszünk gondját viselni, és ebből vannak komoly nézeteltérések a városban, hisz a gondját viselni valaminek az azt jelenti, hogy forrás is kell hozzá. Ebből kifolyólag mi egy új irányt vettünk, és a tavalyi évi főpróba nagyon jól sikerült, úgyhogy most valójában mondhatom, hogy május 3-án most már konkrétum, hogy az ország egyik legnagyobb könnyűzenei előadóját tudjuk vendégül látni, ami a nagykállóiaknak természetesen ingyenes, és a térségből érkezőknek pedig egy jelképes belépőjeggyel kell majd számolni.
pont ezekért, hogy ezt a területet tudjuk folyamatosan karbantartani, és szépítgetni, fejleszteni. Sajnos ezekhez a dolgokhoz mindegyikhez pénz kell. Úgyhogy... Ahogy a strandfelújításhoz is, ez is már régóta tervezett beruházás. Idén mi fog történni a strandon? Igen, hát a strand az egy nagyon-nagyon régi probléma, és lehetőségeinkhez képest próbáltuk szinten tartani, de hát csúnya szavakkal mondom, de hogy tákolgattuk ahhoz, hogy működőképes legyen, és óriási elpazarolt energiát jelentett ez mind anyagilag, és mind humán erőben is. Most egy olyan elnyert forrásunk van, aminek köszönhetően egy olyan strandot fogunk kapni, ami költségbarátabb, költséghatékonyabban tudjuk majd fenntartani, és talán innentől kezdve elindulhat olyan úton, hogy amit eddig a javítgatásra szántunk, azt most már valójában a fejlesztésre tudjuk majd fordítani. Ebben a ciklusban minden évben több 10 millió forintot költöttünk a strandra, és sajnos ugye ennek a nagy része ez semmivé vált. Elfolyt a vízzel együtt. Hát szó szerint ugye elfolytak a megszakadt medencékben, ugye ez a óriási pótvíz mennyiségek, amit igényeltek a medencék, az mind azt jelenti, hogy fel kellett újra fűteni a medencét, újra kellett vegyszerezni, és ugye ez hatványozódtak a problémákkal, a költségek hatványozódtak. Na ezeknek most vége, korszerű medenceburkolatot kapnak, napelemes rendszert kap a strand, és ebből kifolyólag, ha csak ezt a tendenciát tartjuk a jövőben, akkor amit eddig ráköltöttünk, és egy infláció követően, az azt jelenti, hogy a jövő évben egy 30-40 millió forintból már akár egy kis csúszdával tudunk tovább lépni a fejlesztésben, vagy egyéb turisztikai attrakcióval, úgyhogy tervek vannak bőven, és apró lépésekkel haladunk hozzá egyre közelebb. Nagyjából ezeket a célokat szolgálják az intézményfelújítások is, hiszen ez is tervben van az idén. Igen. Mik azok az intézmények, amik megújulnak? Nagyon tudatosan terveztük az életünket az elmúlt években, és első évben, 19-ben is már jutalommal kedveskedtünk szinte minden intézményünk dolgozójának, és itt a rezsijárak elszabadulásával tudatváltásba kellett belemennünk, és valójában az energia takarékosság sokkal fontosabbá vált, mint ezelőtt bármikor. Ugye nem éreztük ennek még korábban ilyen súlyát, úgyhogy évről évre fejlesztjük az óvodáinkat, új nyílászárók, új fűtésrendszer, korszerű fűtésrendszer, és most pedig ebben az évben a legtöbb intézményünkre új napelemes rendszer kerül telepítésre. És nyilván most az évben abból kifolyólag, hogy ugye adó szempontjából ez az adóerőnk az igen magas lett, ebből kifolyólag a normatív támogatásaink arányosan ugye csökkennek, úgyhogy sokkal nagyobb terhet kell vállalnunk a intézményeink működésében is, úgyhogy még itt ebben az évben nagy fejlesztéseket egyelőre nem tűztünk ki az intézményeinknél, viszont most mindenhol elmondhatom, hogy korszerű fűtés van, nagyon sok játékkal és nagyon sok egyéb tárgyi eszközzel bővültek az elmúlt években, úgyhogy ezt az évet még egyelőre tudatosan nem terveztünk be minden egyes forintot, évvégéhez közeledve majd látjuk, és van mit fejleszteni mindig, úgyhogy ötlettel nincs hiányunk. Hogy... Ezekről mi pedig rendszeresen be is fogunk számolni, ezt megígérhetem. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy vendégünk volt ma. Jelentős összeget tudott megtakarítani 2023-ban Mátészalka város önkormányzata. Köszönhető ez többek között annak, hogy az év utolsó időszakában jelentősen megnövekedett a városvezetés iparűzési adóból származó bevétele. A fennmaradó összeget idén fejlesztésekre és az eddiginél magasabb működési költségekre tudják fordítani. A legutóbbi testületi ülést követően Cseppentő Ágnes beszélgetett Hanusi Péter polgármesterrel Mátészalkán, ebből mutatunk most egy részletet. Köszöntöm Önöket! Február 28-án ülésezett Mátészalka város képviselő testülete, és a kedves nézőink már megszokhatták, hogy gyakorlatilag egy rövidített testületi ülést láthatnak a Mátészalka televízió műsorán, ahol az ülésről, az ott történtekről Hanusi Péter polgármester beszél, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban. Én is tisztelettel köszöntöm szerkesztőasszony, és természetesen a nézőket is.
Polgármester úr, a testületi ülésen tárgyalták a város 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Miért volt erre szükség? Miért most került ez napirendre, ez a napirendi pont? Igen, jó hallották a kedves nézők, nem nyelvbotlás volt szerkesztőasszony részéről, hogy a 2023-as költségvetés módosításáról van szó. Felmerült a kérdés, hogy ez hogy jut valakinek eszébe azt követő év, tárgyévet követő év, február 28-án. Nagyon egyszerű a válasz. Az államháztartási törvény előírja, hogy mielőtt a végleges beszámolót az adott évről elkészítjük, most ugye a 2023-as költségvetés beszámolóját készítik el majd a kollégák, azelőtt az utolsó költségvetési módosításban az összes számot helyre kell tenni. Tehát a költségvetésnek egyeznie kell a beszámolóval, ami ugye az egész folyamatot lezárja. Na most ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy a törvény ezt tudván lehetőséget ad arra a képviselőtestületeknek, hogy az előző évi költségvetést abban az azt követő év február 28-áig. És ugye itt is volt egy kis csúszás, mert hát mindig csütörtökön szokott lenni a testületi ülés, most szerdán volt, azért, mert most február 29-e a hónap utolsó napja, de a törvényben 28-a van, tehát ezt magyarul 28-áig lehetett megtenni. Hiszen, hogyha azt nézzük, a költségvetésnek ugye mindig a valós folyamatokat kell közvetítenie, de hát ki tudja megmondani azt mondjuk az utolsó költségvetési módosításkor, mondjuk novemberben, hogy december 31-ig pontosan mennyi villanyszámlát fogunk kifizetni, mennyi munkabért fogunk kifizetni, táppénz, szabadság, munkaviszony megváltozása, ezer dolog lehet, vagy iparűzési adóbevétel. December 31-én reggel is lehet utalni. Természetesen február 28-áig ezt lekönyvelik a kollégák, de ilyenkor egyébként még első körben nem ezzel foglalkozunk, hanem már a következő évi költségvetéssel, ugye ezt most február 15-én el is fogadtuk, és így viszont az azt követő két hétben, február 28-ig el tudjuk készíteni a 2023-as év lezárása előtt azt a pillanatfelvételt a költségvetésről, ami december 31-én volt az önkormányzatnál. Gyakorlatilag ennek a végrehajtása történt meg a képviselőtestület ülésen. És ennek a napirendi ponthoz tartozott például az is, hogy megtakarítások is felmerültek. Milyen ez az összeg? Ezt az összeget 2024-ben föl lehet használni? Mire lehet felhasználni? Erről ezt is megvitatták. Természetesen ezt az előző alkalommal, amikor itt jártam a Máté Szalka televízióban, részletesen nem érintettük. Annyit mondtunk, vagy mondtam, illetve ha valaki megnézte a testületülést, akkor a pénzügyi bizottság véleményét is ilyenkor a jogszabály szerint a pénzügyi bizottság elnöke felolvassa. És ott szerepelt benne, hogy Máté Szalka város önkormányzata a 2023-as évről 24-re soha nem látott tartalékot hozott át. Ez azért lehetett, mert több egyéb dolog mellett novemberben, decemberben az utolsó költségvetési tervezési folyamat felett több mint 500 millió forinttal nagyobb iparüzési bevétel érkezett meg. A helyes pénzügyi kifejezés az ilyen úgymond hirtelen belső nem számított forrásokra az, hogy ez feladat ellátással nem terhelt bevétel volt, hiszen a költségvetésben a forrásokat megterheljük. Viszont ha nem tudunk arról, hogy hála Istennek ilyen jól prosperálnak a Máté-Szalkai vállalkozások, és ennyivel több befizetést teljesítenek, akkor nyilván ezt mi november végén, december elején már nem terheljük meg tényleges feladattal, mert már vége van az évnek. Tehát most mit csináljunk 3 hét alatt? Úgy, hogy még le sincs könyvelve, tehát nem tudjuk a pontos számokat. Éppen ezért ezt feladattal nem terhelten áthozzuk a következő évre, és aztán most ez történt 2024. januárban, februárban, intézményegyeztetésekkel, a vállalkozásainkkal, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozásokkal egyeztetve, ezt leterheltük feladattal, és ez a forrás többek között, ez a plusz bevétel adott arra lehetőséget, hogy például
két héten belül elinduljon egy saját erős útfelújítás ismét, ha jól emlékszem, 150 millió forint körüli értékben a beérkezett árajánlatok alapján. Vagy például fel tudtunk arra készülni, hogyha a pályázataink elindulnak, ugye az előbb saját forrásból meglustó útépítést említettem, ugye készítjük elő azt a kettő darab pályázatot, annak a lebonyolítását, amit már elnyertünk útfelújításra, ez önmagában 15 utat jelent, és ezek ráadásul a fontosabb útvonalak. Ott a kiviteli tervek is rendelkezésre állnak most már. A közbeszerzési hatóságtól várjuk az engedélyt, hogy elindulhasson végre a közbeszerzés. És utána ugye a közbeszerzésre Európa minden államából lehet pályázni, és az dönti majd el, hogy ez mennyi forrást fog igénybe venni. Nyilván mi tartalékoltunk is arra, hogyha mondjuk ez kettőször 200 millió forint, ha nem 400 millió forint, hanem 420. Ha mi elkezdünk megint a magyar kormánytól plusz pénzt kérni, kiegészítést, ha elkezdünk majd megint a pénzügyminisztériumtól plusz pénzt kérni, ez mind idő. Az árak meg közben emelkednek. És hogyha mondjuk olyan nagyságrendű ajánlat érkezik, ha kitelik a 400 millióból, nagyon örvendünk. De ha véletlenül nem telik ki, és mondjuk 415, akkor nekünk ne kelljen várni senkire, hanem tudjuk azonnal kezdeni a munkát, és legyen meg a fedezet erre. És hát ugye az előző beszélgetésünk is, ugye a 2023-as költségvetés összefügg a 24-essel. Elmondtam azokat a kiadásokat, amivel az ember, fogalmazunk így, nem számolhatott. Lásd, december közepén az önkormányzatoknak, közületeknek, vállalkozásoknak a vízdíj 3,5-szeres emelése, a szennyvíz 4-szeresére emelése, hát ez 100 millió forint az uszodánál pluszba. Tehát ezek a 23-as nem várt plusz bevételek alapozzák meg azt, hogy 24-ben mi egy végtelenül kiegyensúlyozott, jó költségvetést tudjunk elfogadni. Máté Szalka város önkormányzata mindig nagy figyelmet fordít a rászorulókra és az idősekre is. Például ők is kaptak csomagot, nevezzük ajándékcsomagnak. Azt lehet-e tudni, hogy milyen értékben, mennyi összeget fordított erre az önkormányzat? Hát akkor mondok egy konkrét számot, amit ugye azért ugye a város hozzáállását az idősekhez, illetve a szociálisan rászorultakhoz mutatja. Nekünk az összes bevételünk kommunális adóból 40 millió forint körül van, ha elmaradások bejönnek, és többi, akkor 50 millió forint. Mi most decemberben arra a csomagra, amit a 65 év felettieknek, illetve a szociálisan rászorultak kaptak, 44 millió forintot költöttünk. Tehát kvázi, ami a lakosságtól érkezik, mert az iparizési adó a vállalkozóktól érkezik. Van az állami normatíva, vannak a saját bevételek, meg van a kommunális adó. Ennyi van. Hát a kommunális adóból, ami bejött, azt visszaadtuk a lakosságnak. És nem sajnáljuk, tehát gyakorlatilag ez is jelzi azt, hogy mi tényleg nagyon megbecsüljük az előző generációt, és ezt ezután is így szeretnénk folytatni. Azt hozzá kell tenni, hogy tényleg nagyon hálásak lehetünk a vállalkozásoknak, mert amikor mi egy költségvetést megcsinálunk, azok tervek. És mondjuk hiába tervez 23 év elején a polgármester javaslatára a testület azzal, hogy szeretnénk egy karácsonyi csomagot adni. Hát ha december elején a számlán nincsen pénz, akkor be lehet tervezve, ugye ez olyan, mint otthon, betervezzük, hogy mondjuk kifestjük a lakást. Aztán mikor hívjuk a festőt, megnézzük a pénztárcát, meg a bankkártyát, ha van rá fedezet, jön a festő, ha nem, akkor nem jön a festő, hanem majd jövőre. Hála Istennek pont ez a plusz bevétel, amit nem is számítottunk, ez adott arra fedezetet, hogy ott legyen a pénz a számlán, és igen, meg tudjuk ajándékozni karácsony alkalmából a 65 év feletti szépkorú polgárainkat, illetve a szociálisan rászorultakat is. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, akkor már nemzeti ünnepünkkel is foglalkozunk, várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!